Hegyi Barbara és kolléganői mesztelen fotózást vállaltak, hogy segítsenek a Magyar Színház több mint egy éve mutatta be Tim Firth, Naptárlányok című színdarabját Talós Rita rendezésében. A darab valós történetet dolgoz fel, az 50 feletti nők által létrehozott naptár és alapítvány valóban létezik. A 2000-es évek elején ezek a kisvárosi angol nők tényleg mesztelenül álltak modellt a nőegyleti naptárjuk elkészítéséhez, mert a környékükön működő és rossz anyagi helyzetben lévő rákkórháznak szerették volna összegyűjteni egy kényelmes kanapé árát. A naptár világsiker lett, a bevételből egy új kórházi szárny épült, és a nők történetéből hollywoodi film és világszerte játszott színdarab született. Ezt a darabot mutatta be a Magyar Színház 2017. októberében. Ám a történet nem állt meg itt. A darabban szereplő színésznők elkészítették a naptár hasonmását, amelyet az előadások alatt a színház előcsarnokában működő emléktárboltban vásárolhatók meg. A bevételt pedig felajánlották a Semmelweis is Egyetem Onkológiai Központjának. A naptárban és a színdarabban szereplő színésznők, Hegyi Barbara, Ígó Éva, Tóth Enikő, Soltész Böze, Udvarias Anna, Bede Fazekas Anna, a fotókat Semsei Eszter készítette. Az így befolyt 721 ezer forintot, és azt az összeget, amit majd az év utolsó előadásán tesznek hozzá a nézők, december 29-én adja át a társulat és Zalán János igazgató divár. Denk Magdolnának, az onkológiai központ igazgatójának.